Hitünk a pajzsunk, Istennél a kegyelem! Nincs kegyelem! Elnök úr, képviselő úr,
tisztelt vendégeink, polgármestertársaim, Dunán innen és Dunán túl. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Eszmély községben a Hídverőnapok 16. alkalmában megrendezett Eszmély ünnepség sorozatom. Segít nekünk abban, hogy az idei évben 16. alkalommal megrendezésre kerülhetett ez a Hídverőnapok rendezvény sorozat. Megéltünk nem egy politikai változást, nem egy helyi változást, mint Dunán innen, mint pedig Dunán túl, de ez a rendezvény sorozat, ami annak idején elindult, rendületlenül megtartotta azt a eszmét, ami ennek a virtuális hídnak a felépítésével összeköti azokat a településeket, amelyek a Duna bal, illetve jobb oldalán fekszenek. És így beszélem végén engedjék meg, hogy kormány megbízott asszonynak egy csokorvirággal megköszönjem azt, hogy a rendezvény fővédnökségét elvállalta, és hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. Köszönöm szépen! Urak és jegyző kollégák, határon innen és határon túlról. Nehéz azt gondolom megszólalni mindig, amikor a nemzeti összetartozásnak valamilyen formáját bizonyítjuk, mert valahol úgy van, az én emlékemben mindig néhány Ravasz László református püspök idézet szokott ilyenkor bevillanni, és most sem jutott eszembe szebb és alkalmasabb ennél. Ravasz László valamikor az 1940-es években azt írta, hogy a magyarság nem más, mint egy nagy lelki közös akarás. Június 4-ét a trianoni gyalázatos békeszerződés aláírásának napját a parlament 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává emléknappá nyilvánította. Hivatalosan is megépítettük azt a hidat, amit a magyarság lelki közösségei között meg kell építeni. Azt gondolom, hogy egyik legszebb napja életemnek az volt, amikor ennek a törvénynek az elfogadásakor a parlament részese lehettem. Bence, nem akart árnyékolni! Komárom Esztergom megye hármaszámú választókerületének képviselőjeként. Ezt megérni Trianon után minden embernek, akinek a lelkében csak egy pici magyarság van, nem felezheti vagy nem tölthetjél ilyen más, csak biztonság, ugye, mind a nemzeti összetartozás napjának, ugye, mind a határon túli kirándulások biztosításának ügye, amelyet jelenlévő képviselőtársam többek között szorgalmazott a parlamentben, hogy az anyaországi gyerekek azok ismerjék meg magyar testvéreiket határon kívül, hiszen mi valahol lélekben egyek vagyunk. Most hallgassuk meg Stubendek Lászlót, az MKP Észak-Komáromi Szervezetének elnökét és az Észak-Komáromi Városi Csemadok Alapszervezet elnökét. Tisztelt kormánybiztos asszony, kedves polgármester, hölgyek és urak, itthonról és otthonról. Teljes mértékben egyetért az előttem felszólalóval, gondolatait tovább folytatva, most mégis egy pillanatra visszanyúlnék a talán kora középkorba, aminek vannak modernkori kifejletei is, amikor uralmak ránk erőszakoltak bizonyos diktatúrákat vagy határokat, akkor a Duna az elválasztó folyó volt. A Duna az egy igazi limesz volt, amit valahol meg kellett őrizni, és népeket, nemzeteket egymás ellen tartani. Így volt ez a Római Birodalomban, és így volt ez a közelmúltban is, amikor a Duna tényleg határfolyót jelentett. Többek között 16 évvel ezelőtt az itt ülő hölgyek, urak, sokan alapító, majd folytatói ennek az eszmének olyan pilléreket vertek le itt a Duna két oldalán, aminek egyik szép és jeles példája és ünnepi alkalma volt tegnap Búcson, amikor az a lelki híd egyik pillére a földbe került, hogy ma a másik pillérét itt Eszmélyen földbe üssük, és a lelki hitat kihúzzuk egymás között. Én kívánom azt, hogy álmaink teljesüljenek itt is, és ott is. Otthon is, és itthon is. Ahogy elhangzott, mi egy
gondolkodásúak vagyunk, és kívánom azt, hogy teljesüljenek azok a nemzet egységesítő gondolatok, jó értelemben vett nemzet egységesítő gondolatok, amik őszintén megszületnek családok között, nemzetek között, embercsoportok között. Isten éltesse mindenkit, és a Jézus soraival várom, Isten áld meg a magyar minden népet, a békét és a szeretetet közvetítik a másik irány. Köszönöm szépen! És a szív hív egyiktől a másikig, oda és vissza. Mindegy, mi folyik alatta, a Nyitra vagy a Tisza. Mi itt a Kárpát-medencében, nem csak fekete-fehérben, színesben is láthatnánk a világot. Isten sem egyformára teremtette az összes virágot. Mégis jól megférnek egymás mellett a réten, gyönyörűen, illatozva élnek, békében.
öreg harcos, ne feszíts túl az díjadat, de a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani. Hogyan csináld, hogyan csináld, kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Ami megjelent a tavalyi szeptemberben, vagy a tavalyi ősszel, Szavak címmel, ez az én első saját lemezem volt, és van rajta egy nagyon kedves dal, dal címe az, hogy Megöl a szerelem. Darban mindenki elülhet, vagy olyan, mert valaki kiszáll. Ami nem lehet, ami kiszáll, valaki kiszáll. Ez a másik.
Oh.
Thank you.
Love me,
the second time I called you, just talking to him. Do I have to tell you one more time?
just like you, just my blues. Say, ooh, darling, I want you to feel good tonight. Ooh, my sweet baby, don't want nobody but you. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Dancers may be on the floor. Give up my eyes, we'll see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Algo dejó pastor ahí, emborrachar mi soledad para olvidarte. Pero no puedo porque tú me has embrujado el corazón. Me tengo amarte. Taking the golf ball, what you making? 18 years, I know you disrespect you. I will pop your thing like this.
Cause you ain't twin and it's me, y'all. Little German and niggas high boys with you. We all like to see take on beat. So bring yourself over here, go. And let me see you get on where you want this. Now take it to the floor. To the floor. If you want to act, what? Get yourself where you at. 3, 6, 9, 10, 9. Just like it to me one more time. Go. Get low, get low. De van olyan, amikor nem csak a pénzünket akarják elvenni. Most két ember fog megtámadni, megpróbálják elvenni, ami nálam van. Természetesen igazuk van, ezt jól begyakoroltuk, és edzések során, minden edzés során ezeket azért gyakoroljuk, hogyha az életben ez megtörténik, akkor esélyünk legyen arra, hogy életbe haza tudjunk menni a családunkhoz. Akkor most megmutatnánk. Köszönjük, Úr!
Rendhagyó irodalmi sziasztánkat Gyurcsó István a Költő kérdez című versével kezdjük. Gyurcsó István a szlovákiai magyar irodalom jeles egyénisége, Garamkövesden született 1915-ben. Az első között indult a háború és a jogfosztottság évei után ébredező felvidéki magyar irodalomban. Itt élünk az aranykert közepén, hol szeles a táj, nagy a lépúzat. Vannak itt még, kik szívük közepén átlényegítnek ígé szavakat. Továbbadják azt, ha még értik, hogy más is értse. Fiak, unokák, bennük él, ha óvják, féltik, összedőléstől nyelvünknek magát. Az unokák, az ő unokáik, rejtett ligetek gyöngyvilágai. Csírázunk maguk, s ha tavaszodik, ők az anyanyelv zöld kalászai. Én is más vagyok. Örvendezzetek,
három népen vagyunk még magyarok. Ó, jártam én is messzi templomot. Az Isten lelke ott is ott lobog, de más, de szebb a hangja itt. Ez árvaságos szűk határon jobban megértem és csodálom a nagy mindenség titkeit. Egy 20 éves legény ott tölti életét, éhen szomjan szegény. Térdig be a sava, a könnyekig a vébe, könnyekig a vébe, szemebe van esve a nagy sötétségbe. Amott van egy nagy ház, törvényszék a neve, törvényszék a neve, amit abba főznek, keserű a neve. Tájesedben jót, ám de tóból tavat lesz, nem pedig rendtót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek. Nőnek nők a többesek, helytelen a hovek. Bableveset lehet sós, némelyik hó savas. Nem lehet az utca hós, magyar földön havas. Többesben a tő, nem tők, szavatosan tövek. Amit hogy a cső, nem csők. A rendelkezésemre álló bőanyagból egyelőre a mozilátogatók négy típusát választottam ki. A betens. Rendszerint közelül a vászonhoz, hogy jobban lássam. Miután kényelembe helyezkedett, feltűnik a bátorját, és a betűtés kezdetét harsogó hangon vicceket mesél neked, bár úgy tesz, mintha barátjának mesélni, aki a másik oldalon ült, a poén után diadalmasabb felét is van. Vajon nevetsz-e? Hagyjuk ezeket a kacatokat, szólal meg a hirató alatt. Gyerünk már azzal az idővel! A vászon a fiatal szerelmesek először mennek együtt haza a színházból. No, sürgeti a betemes. Mi lesz már? De a fiú nem csókolja meg a lányt. Ökörő. Hiszen ez maszla. Bírálat a tárgyalagos, kérdelhetetlen és megfelel beszed. Apró dolgok, de vannak ilyenek egy világos. Egy mosoly, futó ölelés, lehet, hogy kevés, de van, akinek ennyi is elég. Ha adni kéne, s nem vesszük észre, megkérdeselt már a szívem kérge. Volt, aki remekek élt, s mi úgy viselkedtünk, mintha fizetnünk kellett volna érte. Itt egy kiló közön, és mennyire kerül az öröm? Pedig az öröm nem marad a hús, mindig visszaköszön. Legyen tiéd az első mosoly, légy mindig olyan komoly. Nem kell mutatni, az öröm minden jutott van, minden kedves szóban, és minden hasonlóan. Köszönöm. Yeah.
egyik életem majom, mindent felülről viszkan. Rohan, s az élet fut vele, pénzcsörgető kacérzemek kísér éjjét, nappal áll, s anyába őri pattalát. Izzítja egyre a kót, és épít felhők arcolót, és épít büszke tornyokat, és szívít messze orrokat. Telefon, autó, lift, vonat, s az élet mégis elromant. Mit ér a szikratámíró? Mit ér a tőzsde, rádió? A gépóriások mind mit érnek? Az extraverzek égig érnek. A reklámfények égig érnek. A villanyoltok égig érnek. Az Isten föl mégsem érnek. S a gyertyák mégis tőlük érnek. A másik élete falu. Nátfedeli. Meszed falu. A kék szemekén tiszta hangban, reggeltől estig itt vannak. Vagy felnéznek a fényes égre, vagy mindkettő a létre néz le. S körös-körül oly halka béke, hogy messzics nevek zenéje. És bárhogy forogjon a világ, a létem mindig lesz világ. És harsolhat a dálidós, épülhet sok száz emelet. Itt él tovább a szeretet. Jó barátok, vígadomák, esti séták lent a Dunán. Kicsi falu ez, de vagány, és a neve Dunaradvány. Vár rád nálunk egy-két úszómedence, nyaranta és telente. S hogyha ez is, hogyha ez ki és neked, a Dunába is úszhatsz egyet. Ne várd meg, míg meghívást kapsz, gyere hozzánk várva. Nálunk fő a tisztaság, minden kézben seprűt látsz. A szemétnek itt nincs helye, a kukába bevele. Alig bejössz, már is kint, kicsi falu ez a birt. Köszöntöm a hitelőket és a egyik segítő ácsokat. 16. alkalommal került sor most a hétvégén a hitelő községek összejövetelére. És ez alatt a 16 év alatt szerencsére gyarapodott a községeknek a száma. Kezdetben a jobb partról csak egy község kapcsolódott bele a munkába, most már azt hiszem a hat. Ez jó jel, mert a Duna két oldalán egyre